A Bicskei Tornaklub U19 évesek csapata megy egyes bajnoki mérkőzésen fogadta a hatodik forduló mérkőzésen hazai pályán az eddig 100%-osan szereplő és értelemszerűen az első helyen álló Nádasadány B együttesét. 6 meccs, 6 győzelem a vendégek mérlege. Mi pedig e mérkőzés előtt második helyen álltunk 5 győzelem 1 vereséggel. A mérkőzés színvonala méltó volt a két csapat tabellán elfoglalt helyezéséhez. Az ilyen mérkőzéseket magasabb szinten is rangadónak hívják. Ez az volt a javából, mert csapatunk a tavalyi rossz eredményt felettetve rendkívül lelkesen, harcosan, nagy iramban játszotta ellenfelével együtt ezt a mérkőzést. Sajnos tévés tábunk csak a másik félidő 10. percétől tudta venni az ifjúsági csapatok mérkőzését. Lehet látni rövid összefoglalónkban, hogy 2-0, sőt 3-0 után sem adták fel fiaink a játékot, és minden erőkkel arra törekedtek, hogy a szépítő találatot megszerezzék. Végül is az egységesebb és összeszokottabb Tóth István csapata, a vendég Nádasadány megérdemelten nyerte meg a mérkőzést 3-0 arányban. Csapatunk lejátszott 7 mérkőzése Nyegri Rihárd vezetőedző irányításával. Első fordulótól folyamatosan a mérkőzéseink. Mór, Bicske 2-4, gólszerzőink Jónás, Fehér, Pásztor 2, Bicske Lajos Komárom 6-1, gólvők Pásztor, Szűcs Zsolt, Kis, Fehér, Jakab, Ákos és Jónás Gyula. Velence, Bicske 1-3, gólszerzőink Fekete, Jakab Dani és Pejnik Dávid. Bicske Tordas 4-2, gólvőink Tokai, Jakab, Ákos 2 és Fehér. Felcsút Bicske 6-0, Bicske Nádasadány 3-0, és heték fordulóban Szár Bicske 5-5, gólszerzőink Pásztor 2, Rados Gergő 1, Jakab Ákos és Jakab Dániel 1-1 góljával alakult ki. Ezen a mérkőzésen kétszer is vezettünk 2 góllal, de mindkétszer egyenlítettek a hazaiak. A vége pedig 5-5 lett, itt pedig 3-0 arányba kaptunk ki az elsően álló csapattól. Végezetül legyen itt ismétlésben a mindent eldöntő harmadik vendéggól, amelynek szerzője Ás Krisztián, az első kettő pedig Farádi Tamás és Kelemen Péter Barnabás szerezték. Gratulálunk mindkét csapatnak a jó játékhoz.